Na, tovább menve. Akkor vegyük a 12 tündért, aztán utána megyünk hozzájuk. Az első, nagyon fontos, az életünk is megváltozik azon jobban, amikor megértjük, hogy ezeket az energiákat, hogy mi valójában mi működtetjük. És mi miattunk vannak beszorulva is. Az első a bőség és a bővelkedés tündére, mindjárt itt a Föld nevű. A Föld nevű bőségnek és bővelkedésnek kéne lenni. Az első főtündér a bőség tündére. A bőség a bővelkedés áradásának a tündére. Aranyba öltözötten csillagkoronával szokott járni. Hát ezt most így mondom, hogy öltözött egy aranyszínű vibrációs éteri minőség, és fején csillagkorona. Ilyet nem mondtam, hogy 12. A bőség tündérei, ők a boldogság és a szeretet gondozói itt a Föld nevű játszótéren. Égi áldással működik mind a 12 tündér, és égi áldással készek a tanításukat átadni. Égi áldással működnek segítségüket és tanításukat átadni, ha valaki kész azt meghallgatni. Mint a tündérvilág egésze, ők nagyon diszkrét lények. Ezek a főtündérek még a tündérvilág egészénél is diszkrétebb lények. De amióta az ember a pusztítás tetőfokán tombol és dáridózik, azóta még visszafogottabbak. Nagyon ritkán jelennek meg, és csak arra alkalmas ember hívására. Energiájuk, ha étertestre lebontjuk százalékra, akkor 500-1500%. Onnan tudjuk, hogy főtündér van. Azt már így nem tudjuk mérni, azt már csak így ebben a függőleges technikával. Gyakran kötődnek az egyszarvúhoz, vagyis nagyon, nem tudom jobban mondani, valamiféle viszony van az egyszarvúval a tündéreknek a hierarchiában. Host, légy szíves, föl akarok írni egy internetszám. Sose néztem meg, mert én ezt be se tudok kapcsolni, csak tudom, hogy ezen nem hülyeség van. Ez a három klasszikus V, ezért írtam le, hogy ambar kötője, Eldaron. Nem tudom, mi van rajta, csak az emberek, akik csinálják, azokat tudom, hogy kik azok. Franciául, meg angolul is van valamennyi, azt hiszem. De franciák a figurák. Vagy hát egy fiú van mögötte, akit ismerek, és az tudom, hogy mi az. Bevizsgált egy darab, igen. Na, a bőség és a bővelkedés tündérei gyakran szegődnek arra alkalmas művészek mellé, imádják a harmonikus zenét, minden, ami diszharmónia attól menekülnek. A szeretet bőségének áradásában tudnak a legtöbbet segíteni az embernek, ha megkérjük őket. Kérés nélkül ők csak akkor avatkoznak be, hogyha igen nagy baj van. A szeretet bőségének áradásában tudnak a legtöbbet tenni, de mindig az ember függvényében. Arról soha ne feledkezzünk. Annak a szeretetnek az áradásában, amit elveszítettünk. Áradnak belőlük a jó tétemények, azok felé, akik erre kérik őket. A kulcs mindig ezzel a világgal való, az elementál világgal való kapcsolatba vagy viszonyba a teljes bizalom. A bizalmatlanságnak a szikráját messziről megérzik, és akkor esély sincs, hogy szóbáljanak velünk. A bizalommal való kérés ad a kulcs, és utána hagyni, hogy hadd végezzék a dolgukat. Egyszerűnek tűnik a dolog, de a ma embere a görcsei miatt nincs bizalommal. Ezek a tündérek azt is mondják, mint a legnagyobb tanításuk, hogy a bőség az állandóan árad, egyedül a kétség apaszthatja el. Kétség. Magyarul a kétség, az mi a kétség? Amikor a szellem, lélek, fizikai test hármas egységéből egyik már megrogyott, és csak kettő maradt. Inkább a kivetített képet, igen. És a rovás írás vibrációját, azt érti. De ha valakinek csak úgy működik a kép kivetítés, hogy közben mondja is, hát mondja, csak a fejét is hagyja el a kép. Szóval érthető ez az egyik legfontosabb tanítás,
hogy a bőség áradása az folyamatos a teremtés rendjébe, egyedül a kétség, ami lezárja az ajtót. Azt mondják a bőség tündérei, hogy ne húzzátok ki a bizalom alól a talajt, mert ezzel érvénytelenítitek a kéréseteket. Elbarikádozzátok a bőség áradásának útját. Már tegnap emlegettem, hogy minden tündér egy energia, és azt az energia az poláris. Hogy melyiket használjuk, ha elbarikádozzuk a kétséggel, akkor mi az ellenpárja a bőség áradásának? A nyomorúság. És akkor az fog áradni. Lehet járni a tanácsra gyorsegélyért. A nyomorúság az természetesen koncentrálódhat a szív, a lélek és a szellem nyomorúságára, ez anyagi szinten természetesen megjelenik. De nem az anyagi szinten van a nyomorúság oka. Ott zár. Mikor a tündér azt mondja, hogy elbarikádozzuk az áradást, akkor a szív, a szellem vagy a lélek szintjén barikádozunk, és az persze megjelenik az anyagi világban. Tudni való, hogy a nyomorúság még nagyobb nyomorúságot szül, ha nem képtelen kinyitani, általában a szív szintjén akad el a történet. Ilyenkor a bőség áradásának tündére gyakorlatilag ugyanaz az energiának a másik poláris energiáját, ugyanazt az energiáját működteti emberi kérésre másik irányba. Ennyi. Vagyis nagyon gondoljuk át nemleges és igenlő vágyainkat, kívánságainkat, mert az bőség áradásának energiája semleges. A polaritását az mi alkotjuk meg, ők áraszták, amit kértél.